Kevesebb, mint egy hónap, és vendégem számára elindul a második 50 év. Jó estét kívánok! Nagyon sokan ezt sorscsapásként élik meg, és azt gondolják, hogy na nekik most már itt a visszaszámlálás, és semmi jó nem történik az életükben. Szerintem ő nem ilyen. Én azt gondolom, hogy ő az 50. életévére majd mint egy ugródeszka tekint, hiszen megvan a tapasztalata, megvan a tudása, rengeteget foglalkoztatják, tele van tetvágyal és energiával, és erre az energiára tényleg szüksége van, hiszen most indult el egy sorozat, amiben nagyon sokat szerepel, itt az Átriumban oszlopos tag, a Vix Színházban mindjárt bemutatója lesz, hihetetlen mennyiségű filmben van, nemrég mutattak ebbe egy filmet, amelyben ő volt az egyik főszereplő, és egyébként rengeteget szinkronizál. Gondolom, hogy tudják, hogy ő Leonardo DiCaprio magyar hangja. És én azt hiszem, hogy legszívesebben még a bőrébe is bújna, mert hogy akkor játszhatna egy Scorsese rendezte filmben, ami nagy vágya, és én nagyon bízom benne, hogy a következő 50-ben ez majd teljesülni fog. A Krizsó színpadán fogadják nagyon sok szeretettel Hevér Gábort. Micsoda kitörő örömmel fogadnak itt téged, mit szólsz hozzá? Hát, ha nem volt megbeszélve, akkor jól esett. Köszönöm. Azt mondtam, hogy szerintem te az 50. életéved egy ugródeszkaként tekintesz, és nem visszaszámlálás. Elárultad, hogy 50 éves leszek? Képzeld el, nem kellett volna. Azt a macska bajszát, de nyugodtan, persze. Na szóval, hogy neked ez az 50, ez mit jelent? Egyáltalán jelent valamit? Hát... Igazából még nem tartok ott, tehát nem szoktam nézegetni, nem nagyon szoktam magamat ünnepeltetni. Vagy szóval ilyen születésnapok vannak persze, meg megüljük, meg a kerek évfordulókat, de még nem tudom, hogy az milyen. Mondta valaki, hogy ugye most az osztálytársaim, régi barátaim, azok mind most lettek 50 évesek, és a legkorábban levő barátom, a Bede Peti, mármint úgy értve korábban, hogy a januári, és mondta, hogy azért nem volt jó érzés látni a tortán azt az 50-est. És akkor mondtam, de mondom, ne hülyeskedj, mert nagyon jól néz ki, teljesen minden rendben van. Nem tudja, de úgy, mert azt mondta nekem, hogy emlékszel, amikor általános iskolások voltunk, akkor azt mondtuk egy 50 éves tanára, hogy atya úristen, az egy véncsataló. Hát most elérkezett ez, így néz ki egy véncsataló. De belülről minek érzed magad, véncsatalónak vagy csikón? 70 éves? Nem, nincs változás. Hát nyilván van már, hogy tényleg, ugye ezt mondták ez a... Nem tudom, ki mondta, klasszikus mondás, 50 éves korodban fölkelsz, és nem fáj valamit, akkor meghaltál. Nyilván érzi az ember, ahogy kopnak a kerekek, de nincs bennem olyan dolog, hogy atya úristen, öregség van. Az 50-es szerintem egy férfinál az nem is olyan öreg, nem? Az olyan... Hát nézzük meg, nem? Szuper. Nem, azt mondják, hogy nem. Na, hát akkor figyelj, jó. Akkor előtted a minden. Jó, oké. És hogy vagy egyébként? Tehát most jól vagy? Jól, köszönöm szépen, jól. Fáradtam, de jól. Na csak azért mondom, mert most mindenki általában házhoz megy a pofonért, szóval itt egy órát már együtt töltöttünk az öltözőbe Gáborral, és nekem erősen panaszkodott, hogy nem érzi annyira jól magát. Legszívesebben lefeküdni és aludni egyet, mondta, hogy beszéljük meg a közönség, hogy mi lenne, hogyha egy 20 perc közös alvás lenne itt. Gondoltam, hogy akkor ezt... Hogy az nem olyan nagy rossz arány, 60 percből 20-at alszunk közösen, és akkor egy újult erővel nekiállunk ennek a beszélgetésnek. De tényleg kérdezem, hogy minden oké? Mert azt mondtad, hogy tényleg nagyon fáradt vagy... Hát, nyilván a színpadon mindig azt hazudjuk, hogy jól vagyunk, tehát persze, nem, minden oké. Mitől vagy fáradt egyébként? Hát nagyon-nagyon sok munka van, egymásra halmozódnak, ennek szerintem nincs értelme, de így kell mondani. És plusz van egy kis otthoni kis kaland, mert éppen csőtörés lett a házunkban. Jaj, de szép az. Persze. Úgyhogy most egy olyan egy hete, vagy nem is tudom, másfél hete, effektíve úgy néz ki a ház, mint egy háborús övezet. És... reggel jönnek a munkások, ez egy csoda állítólag ma Magyarországon. Van egy közhelyszótár, nem tudom, 10-valány éve adták ki, magyar közhelyszótár, és úgy van felsorolva, hogy különböző hívószavak vannak benne, és a szerelőre az a közhely Magyarországon, hogy azt mondta, hogy jönni fog.
de akkor egy szerencsés ember vagy, látod? Tehát, igen, ott vannak, most is még ott van. És mi lett rossz? Tehát mi történt? Egyszerűen valami régi, ez egy régi ház volt, és mi csak kívülről meg így jött, a falat nem bontottuk szét, és ott az egyik cső úgy döntött, hogy elege volt ebből a működésből, és folyt a falból a víz, ömlött a falból a víz. Jézusom, és akkor szét kell verni ezeket. Szét kellett verni, és amikor azt mondták, hogy ki kell venni a fürdőkádat is, meg akármi, akkor vettem egy levegőt, és mondtam, hogy akkor még nem gondoltam, hogy mi fog történni. Akkor viszont teljes fürdőszoba felújítás. Hát figyelj, egyszer élünk. És akkor... Még egy doboz gyufát. Persze. És akkor ez megtörtént, és de nem történt meg, még mindig ott. Mert azt gondoltam, hogy ez pikpak, hát micsoda. Kiveszik, beteszik, jó, kicsit csempészgetnek, az kész vagyok. Hát ez nem ez. És akkor most nincs fürdőszobát? Van, csak nincs benne semmi. Ja, az nagyon jó. Akkor ez kényelmes, nem? Igen, abszolút jó. Szomszédokhoz járunk fürdeni. Illetve én nekem az a szerencsém, hogy olyan helyeken dolgozom, mint színház. Ahol van öltöző. Hogy van öltöző, meg van fürdő. Tehát ez tök jó. Egyébként, hogyha valami elromlik, azt te meg tudod javítani otthon? Hát bizonyos szintig igen. Meg, és hozzá is nyúlsz? Vagy... Hozzányúlok, igen. De hál' Istennek olyan barátaim vannak, én Nagykovácsiban élek, vagy mi Nagykovácsiban élünk, és ott olyan barátokra tettem szert, akik normális emberek, tehát úgy értem, hogy nem színházzal, meg ilyenekkel foglalkoznak. És akkor közöttük van olyan, aki kifejezetten ezekhez a dolgokhoz ért. És nagyon sokat segít. Tehát amikor az mondja, hogy figyelj, Csabi, ugye? Tóth Csaba, akkor gyere már le, légy szíves, és mert az történt, hogy akkor lejön, húzogat egy kicsit, és akkor édesanyám, aki valahol itt ül, gyerekkoromban mindig az volt, hogyha jött szerelő, akkor nekem mindig ott kellett állnom a szerelő mellett. Hogy nézzed? Hogy nézzem, tanuljál. Igen. De tényleg ez volt a... Gondolom, hogy ez volt a terv. Azt nem mondom, hogy annyira... Nem mondom, hogy annyira élveztem, vagy valami, de ez tényleg megtörtént, és egyébként, ha belegondolsz, úgy működik, hogy valami össze van rakva. Ha ügyesen szétszeded, akkor össze is tudod rakni. Hát és akkor megnézed, hogy ja, értem, nagyjából meglátod, hogy ja, ez a probléma, nem mindent tudok így megoldani, de ez van. Volt úgy, hogy szétszedtem, és mondtam, hogy Csabi. Ha már szóba hoztad anyukádat, mert ez is... Mondja Gábor, hogy itt van anyukája, és az egyik kislánya is, mert hogy két kislányod van, igen. A nagyobbik kislány. Úgyhogy, ha én a gyerekkoráról kérdezem, akkor azt nyugodtan ugolhatjuk azt a kérdést, mert ami a gyerekkorában történt, a gyerek előtt nyilván nem akar róla beszélgetni, anyukája meg nem tud róla. Tehát, hogy ezért így a publikus részeket mesélj, mert azért annyit én viszont tudok, mert hogy én ismerem egy gyerekkori barátnődet, aki annyit mondott, hogy azért ti ott elég rossz gyerekek voltatok. Tehát, hogy ez azért így, hát, ez így elég tág, hogy ebbe azért így tudsz valamit mesélni? Inkább eufemisztikusnak mondanám, az elég rossz gyerekek. Én jó tanuló voltam, ahogy jól emlékszem rá, de erre jól emlékszem. De magatartásbeli problémák voltak. Vilma, fogd be a füled, nem tudom, hol vagy. Igen, szegény édesanyám elég rendszeresen járt raportra az osztályfőnökökhöz. Volt egy kör, ahol a szülők nagyon jól ismerték egymást, ebbe kellett járni. És aztán én nekem a gyerekkorom az olyan volt, én szegedi vagyok, ott nőttem fel, és mi egy olyan helyen laktunk, ahol kifejezetten tényleg olyan életet éltünk, mint a Pál utcai fiúk. Nekünk volt háború is az udvarér. Na tényleg? Bizony. Rendes tényleg. Grund? Meg... Rendes, kemény. Nem a grund volt, egy udvar volt, és azért volt háború és minden dolog, és hát aztán ennek az összes hozadékával, hát mi ott azért renitenskedtünk elég tisztességesen. És voltak szerintem, most a mai fejemmel nézve, voltak komoly dolgok is, amit nem szeretném, hogyha az én gyerekeim csinálnának. Nagyon nem szeretném. Tehát mondjuk ők lányok, tehát talán ez a veszély nem fenyeget. Na, te egyébként egészen átvészelted azt a korszakot, tehát ezzel rendőrségi hírekben végül is nem szerepelt a neved, tehát hogy... Nem, de azért robbant fel a kezemben lőszer. Nem mondod. Persze, én gyártottam. Ezt most nem mondod komolyan. De bizony. Utána olvastad, hogy kezd? Megtanultuk, igen. Mai napig tudom a puskapornak az összeállítását, nem mondom el. És mindent meg lehet hozzá kapni egyébként, és akkor kijártunk a Tiszapartra robbangatni. És egyik nap a kezemben fölrobbant egy ilyen dolog, amit én csináltam. Ide állt bele a repesz. De megúsztam. Meg a környezeted is. Ők nem voltak otthon. Az otthon csináltam a kisasztalnál. Ez az ujjam, meg ez kezem, ez szétnyílt egy kicsit. Jesszusom. És a szüleid ezt hogy viselték különben, mert ezt ezzel nem nagyon lehet. Hát erről nem lehetett nem tudni, mert ugye ez olyan volt. Ez látványos volt. Hát annyira nem örült anyukám neki szerintem, de aztán ezzel leálltunk. Amint, hogy leálltam ezekkel a... Mondjuk ezek után már nem robbantottam többet. És apukád? Elváltak a szüleim, tehát aha, külön élettek is. Tehát teged anyukád? Igen, és aztán egy nevelőapám lett, akivel édesanyám összeházasodott, és ők voltak. Ő ebben a fajta
fiúnevelésben, mert akkor, amikor összeköltöztek ők, akkor én 15 éves voltam, tehát akkor már esélytelen volt engem nevelni szerintem. De abban ő nem nagyon szólt bele. Uh-huh. És te egyébként milyen szülő vagy? Tehát, hogy te mennyire nevelet terelgeted a lányokat? Hát ezt én nem tudom. Szerintem most azt mondja az ember, hogy szerintem jó szülő vagyok, vagy jó apa vagyok. Ez egy bonyolult kérdés, mert szerintem mintát kell adni. Uh-huh. Nevelni, teszed le. Tehát, hogy ezt mondod. Azt nem szabad, tehát, hogy ilyeneket, vagy nem tudom, nem. Tehát, hogy vannak dolgok, ami mondjuk, ahogy édesanyám engem arra nevelt, hogy a köszönés például nagyon fontos. A köszönés, tehát, hogy valakinek köszönni, uh-huh. meg a megköszönés, ez a kettő. És ezt a Vilmával, ezeket azért úgy, ez volt az egyetlen, amit forszíroztunk. És milyen érdekes, most ő 11 éves, és akkor az történik, hogy mindenki azt mondja, hogy jé, mert azért, szerintem ez egy tök jó dolog, nem? Hogyha valaki bejön, és azt mondják neki, hogy szia. És nem azt mondja, vagy hogy adnak neked egy pohár vizet, akkor azt mondod, hogy köszönöm szépen. És akkor az olyan, hogy jaj, de kedves kislány, semmi extra nem történt, csak normálisan működik. Szerintem. Ez az összpélda, amit mutatsz? Vagy azért vannak nem. olyan Igen, ennyi. És ezt minden nap átvesszük. Nem, hát remélem mást is mutatok, igen. De mi ez, ami neked fontos? De tényleg kérdezem. De tehát, hogy mik azok az érték? Nem lehet, mert ez olyan dolog, mint a föl lenne írva a naptárba, érted, hogy ma megtanítjuk a gyereket, hogy hogy kell tisztességesen, nem tudom, elmenni a postára. Hát nem, szóval nincsenek ilyen exakt. De mondjuk akkor mondok egy konkrét példát. A családokban általában elő szokott fordulni, hogy mit tudom én, konfliktus van és veszekednek. Igen. Hogy megtanítod azt, hogy hogy lehet a konfliktusokat kezelni, egyáltalán te konfliktus kezelő vagy-e, vagy inkább kerülő? Kerülő vagy... nem vagyok. Nem? Beleállsz? Igen. Azt én sokkal jobbnak tartom. Nem tartom jónak, vannak rossz tapasztalataim róla az elfolytást, aha. mert ez egyszer csak robban. És akkor a másik, aki ezt nem tudta, ott áll bután, hogy de hát miért nem szóltál? Úgyhogy szerintem én annak a híve vagyok, hogy rögtön szólni kell. Mármint, hogy olyan mértékű aha. konfliktus van, amiért szólni kell. De ezért szerintem működik. És nincs gáz, mert a konfliktusok nem lesznek rögtön akkorák. Egy pici van, pici van, pici van, pici van, pici van, ez gyűlik, akkor ebből lesz egy nagy. És azt már lehet, hogy nem lehet megoldani. De hogyha van egy pici, akkor ezt gyorsan megbeszéltük, túl vagyunk rajta. Még akkor is, hogyha esetleg a hang egy kicsit felemelődik. Akkor így mondjuk otthon így kezeled a helyzeteket, akkor például a feleségeddel? Hát igen. Szerintem ez így van. És ugye a Vilma már néha szoktam mondani, hogy ne veszekedjetek, és akkor mondtuk, hogy nem veszekszünk, csak most valamilyen erősebben érvelünk, de tényleg, tehát tényleg nem az van, hogy veszekedés van, hanem valamilyen dologban. Meg ugye nekem sajnos van egy ilyen rossz szokásom, hogy ugye mivel színpadon vagyok folyamatosan, ezért normális környezetben is szoktam egy kicsit így beszélni, hogy hallják. Értsék! Na de itt ülök melletted, jó van, na! Mindig a 19. sorba is kell hallani, de... És szoktál udvarolni a feleségednek még? Szerintem igen. Uh-huh. Igen. Nem szerintem. Hát nem figyelj, ezek olyan intim kérdések. Igen, de szoktam. Hát tudod, mit nevezünk udvarlásnak? Én nem akartam az ennyire mélyen belemenni ebbe a kérdésbe, csak azért kérdeztem. Reggel fölkelsz, és azt mondod, te vagy az. És csak azért kérdeztem meg igazából, mert hogy pont itt az Átriumban játszátok az Őrült nők ketrecét, ahol Stól András a te partnered, a te szerelmed. A feleségem. Igen. A feleséged, igen. És amikor Stól itt ült ugyanott, ahol te, akkor ő azt mondta, hogy egyszerűen, amikor ő rád néz, akkor ő tényleg szerelmes beléd, és ráadásul te iszonyatosan jól udvarolsz neki. Hogy te is szerelmes vagy olyankor Stól Andrásban, amikor ránézel? Egyébként meg igen, persze. De tényleg, hát hiszen hát azt játsszuk. Tehát ugye ez a nem Stól Andrásban vagyok egyébként szerelmes. Tényleg, hanem a Zazában vagyok szerelmes. Tehát akit ő játszik. Te Stólban nem lehet szerelmesnek lenni, ő bele, tehát a Zazába, az én partneremben vagyok szerelmes. Mert azt játsszuk, hogy mi egy szerelmes pár vagyunk, akik évődnek. Igen, tehát akkor persze, az anyomban. Ebből a szempontból egyébként az könnyítette a ti helyzeteteket, hogy ti jó barátok is vagytok, meg nagyon sokat játszottatok együtt a Nemzetiben, meg a Földi mindenhova cipelt magával így együtt titeket. Biztos. Biztos segített benne, igen. Tehát, hogy ez... De ezek mind egy bizonyos idő után, ezek mind feladatok. Tehát, hogy kell játszani mondjuk olyan színésznővel, akár egy szerelmes párt, akit akár nem ismersz, uram, bocsánat, nem is kedvelsz,
De azt a nézők azt nem tudhatja a magánéleti, vagy a mellékes történeteket, hanem ott az van, hogy úristen, micsoda szerelmes pár volt. De tudunk ilyet a nagy színház történetekből, hogy a nagy párosok is gyűlölték egymást egyébként. Tehát az egy másik helyzet. De ti jóba vagytok, nem? Jóba, szóval. Abszolút, persze, igen. Az egyébként, hogy az Őrült nők ketrecének ekkora sikere van, az szerinted a darabnak önmagában az érdeme, hiszen az általában mindenhol sikeres, vagy az alföldi féle rendezés tudott hozzáadni valami olyasmit, amitől egész egyszer hónapokra előre nem lehet rá jegyet kapni? Hát szerintem mind a kettő. Aha. Mind a kettő. Tehát a Robi mindig belenyúl, egy picit úgy nyúl bele, nincsen ilyen nagyon-nagyon-nagyon aktualizálva, de hát ugye ez a kérdés önmagában a másság elfogadása, és nem feltétlenül a melegségről van szó, hanem önmagában a másság elfogadása, az szerintem ennek a 21. századnak egy nagyon komoly kérdése. Minden tekintetben. És akkor legyen az bőrszín, legyen az vallás, legyen az ilyen szempontból nemi identitás kérdése, teljesen mindegy. És mivel ez szól erről a dologról, ez megtalál embereket. És mondjuk úgy is szól, hát hogyha jól játsszuk, most már 225-ször játszottuk, állítólag jól játsszuk, hogy sírnak is, meg nevetnek is. És van, amikor nagyon nevetnek, és abból egyszer csak az van, hogy úristen, összefacsarodik a szívük. Mert hogy valami olyan dolog van benne, nem tudom, hogy az Őrült nők ketrecének eredeti darabjában egyébként ez benne van-e, de én ugye nem ismertem, mert tudtam a darabról, de nem látom a szövegkönyvet, mi úgy kezdtünk el próbálni, hogy akkor ez a vonal lesz. És ebben viszont én azt érzem, hogy bennem van. Te különben mennyire vagy toleráns, Gábor? Én? Sokkal, aha. Hát ezt sokszor mondtam már, hogy a tolerancia, meg az elfogadás az egy iszonyatosan nagy meló. Ott dolgozni kell. Dolgozni kell. Hiszen az is egy szabadságfok, nem, hogy engedtessék meg, hogy utálom a zöld borsófőzeléket. Vagy a sárga borsófőzeléket. Azt sem tudod, mit utálsz. Nem, a sárga borsót nem szeretem egyébként. Tehát, hogy érzés, bárki győzködik, hogy ez az egy nagyon frankó és nagyon szép. Azért mondtam ilyen triviális példát ebben a dologban. Tehát ez legyen az. De ne utáljam azokat, akik szeretik a sárga borsófőzeléket. Hogy lettél te Leonardo DiCaprio magyar hangja? Ez nagyon érdekes volt, szinkronizáltam a Mafilm stúdiójában, és valakit kerestem, és benyitottam egy stúdióba, lent a Ranódiba, a nagy stúdióba, és köszöntem, hogy jó napot kívánok, valaki XY-t keresem, és ott ült a Csörögi István nevezetű szinkronrendező, nemrég hunyt el, Isten nyugosztalja, és mondta nekem, hogy nem tudja, hol van, itt van, ott van a magyar. És kiderült, hogy ez volt az én castingom, ez volt a vállam. Ugyanis ő neki volt egy ilyen rendszere, hogy a hangokat 4-5 karakter alapján rendszerezte. Tehát magyarul azt mondta, hogy egy fiatalembernek a hangja férfi, lágy, nem tudom én, erőteljesebb, mély hang, magas hang, stb. És ez behatárolta. És abban a pillanatban, hogy bejöttem, meghallgatta, és már írta is be a kis számítógépe, hogy ez a Hevér Gábor nevezető ember, ennek ilyen és ilyen a hangkaraktere. És egy hónap múlva felhívott, hogy lesz valami Titanic nevű film, ami rengeteg Oscarra van jelölve, és egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon valami. És akkor milyen jó lenne, hogyha azt én az akkori szerelmemmel, a Major Melindával, akkor azt mi megcsinálnánk, mert hogy azt mondta, hogy ő még olyan szerelmet egyébként, mint közöttünk van, olyat még nem látott, és meg kéne csinálni. És akkor fölhívtam a Melindát, akivel 2 hete szakítottunk akkor. Tényleg. Hogy figyelj, fölhívtak most ebből a dologból, hogy akkora nagy a szerelmünk, hogy ezt csináljuk meg. Remélem, nem haragszik értem elindulni, hogy ezt elmondom, de szerintem már ezen túl vagyunk. Elég régen volt. Igen. És mondta, hogy persze, csináljuk meg. Egyébként a szinkron stúdióban egy másodpercig nem voltunk együtt. Tehát nem találkoztunk. Külön? Persze, külön sávokra veszik föl. Tehát ez nem volt ilyen dolog. És azért volt érdekes, mondta, hogy csináljuk meg. És mondta, hogy igen. Akkor még lehet, hogy nem lett volna jó, hogyha egyszerre vagyunk egy mikrofon előtt, de nem voltunk egyáltalán. De a filmet meg is nézted egyébként? Tehát, hogy... Hát később. Én mindig, a DiCaprio filmeket mindig 2-3 év múlva szoktam megnézni. Ja, hogy ez neked nem is kell ahhoz, hogy jól tudsz szinkronizálni. Ja, nem úgy értem, de hát nem, közben nézem, hát nem... Azt mondjuk értem, hogy közben... Otthonról, telefonon, tudod. Mondd már azt, hogy állj, állj! Nem el. Egyébként volt egyszer egy olyan, az a... Hát szerintem az Eredet című film volt,
Igen, az eredet volt talán, de nem tudom, valamelyik DiCaprio film. Ugye az történt, hogy a nagyon-nagyon sok kalóz felvétel került ki. És az amerikaiak azt találták ki, hogy úgy küldik el a kópiát, még a végső bemutatás előtt, hogy kimaszkolták. A maszkok azt jelenti, hogy digitális maszk volt rajta a képernyőn, és csak ugye ekkora ovális luk volt rajta, mint hogyha be tudtál volna kukucskálni. És azokat lehetett látni. De nem mindig a DiCaprio volt rajta, és nem mindig az a szereplő, akit kellett szinkronizálni. Tehát tulajdonképpen egy fekete kép előtt szinkronizáltunk. És akkor azt mondtam a második nap, amikor csináltuk, hogy mert ez ilyen több napos dolog volt, ezt én nem csinálom, hát nem látom, hogy mit csinál. Hát nem látom, mert ugye az amerikaiak féltették a kópiájukat, és így küldték el, hogy majd a hangot kiküldik, és amikor már egészben van a film, akkor hadd jöjjön meg. Tehát magyarul egyszer volt ilyen, hogy tényleg sötétbe tapogatóztunk, de azt... De egyébként általában látom, amit csinálok. Jó, de volt, aki már elmesélte azt, hogy egyébként nem szokta nagyon megnézni a filmeket, azokat a jeleneteket nem, megnézi. Nem, már nem neki... nézzük meg, tehát már régebben volt, a régi szinkronokban volt egy külön megnézés, akkor a rendező leült, hát már gyors a világ, már ezt nem lehet megcsinálni, vagy hát nincs rá idő. De úgy értem, hogy amikor csinálok egy ilyen filmet, és mondjuk nagyon jó film, vagy én, egyébként én szeretem a DiCapriót nagyon, és szerintem tök jó színész, és jó filmje is vannak, de mivel annyira ott csinálom, hát én nagyjából azért összeáll a történet. És akkor megpróbálom megnézni úgy, hogy már elfelejtettem. És például az eredetre egyáltalán nem emlékszem, és most valaki mondta, hogy milyen jó film, és mondom, jaj, de jó, azt még nem is láttam. Pedig hát azt gondolom, hogy mit tudom én, 2,5 órán keresztül ott ágáltam benne, vagy valamit csináltam, de nem láttam. Egy film volt, amit azonnal láttam, ez a Wall Street farkasa volt, mert volt Debrecenben egy szinkron szemle, ahol jelölve voltam az év szinkron színésze szerepére, vagy a dolgára. Meg is nyertem. Ez itt a reklám. Mindegy, és akkor megkérték, hogy menjek le a vetítésre, és nézzük meg, és mondtam, ah, Istenem, mert egyébként az borzalmas ám saját magamat hallgatni 3 órán keresztül. Tényleg? Nem szeretem, én nem szeretem. Nem, nézni is olyan... Az én vagyok. Tehát most, de a kollégákat, akikkel vagyok, vagy voltunk, az nem baj, mert az nem ő, hanem ő az Zaza. Tehát most ő az Zaza, érted, de én meg én vagyok, tehát most magamat nem szeretem. Azt Tóla szereti nézni magát. De jó vagyok, mondja. De én nem nagyon szeretem, és akkor ezért sem nézem meg, de ott most végig kellett hallgatni. Egyébként meg az volt benne, amikor meghallgattuk, akkor azt mondtam, hogy ez jó sikerült, tényleg. Jó, arra büszke voltam. Egyébként brit tudósok bebizonyították, hogy 10 férfiből 6, az 4. A Bújékba egyébként hogy kerültél bele? Ők hívtak téged castingra, és aztán egyértelmű volt, hogy melyik szerepet fogod megkapni ott a sok... Alapvetően kimentem egy castingra, ilyenkor a casting direktor ajánl valamilyen szerepre, és akkor engem 2 szerepre akartak meghallgatni, de nekem az a szerep tetszett, amit én most játszom ebben a filmben. És kimentem, és megcsináltam, és az elsőt csináltam, amit nem akartam, annyira nem akartam eljátszani, de hát feladat voltok, hogy csináljuk meg. Megcsináltam, és mondta Kriszta, hogy köszönöm szépen, Gábor, akkor éreztem, mondom, de várj, én nem ezt a szerepet akarom eljátszani. Nem, a másikat. Tényleg. Nézzük meg azt. És megcsináltam, és utána jött a hír, hogy hát akkor ott fölbojdult a történet, hogy azt akart, és mondom, ezt akarom csinálni. Ezt szeretném megcsinálni, és akkor egy nem teljesen, de kicsit kanyargós úton, de azért ez a szerep az enyém lett. Nagyon örülök neki, mert szerintem a film is vállalhatóan jó lett. Ja, én gondolom, hogy azért látták itt is a nézőtéren páran a Bújék című filmet, amit decemberben mutattak be. Röviden az a... De hogy stírolod itt a közönséget? Nem, mert itt de ő mutatta, hogy szóval mondta, hogy nem. Akkor feltétlenül meg kell nézni, mert nagyon jó különben, szórakoztató, meg elgondolkoztató. De röviden annyi a történet, hogy van egy asztaltársaság, egy baráti társaság szilveszterkor, javíts ki, hogyha rosszat mondok, igen, és mindenki kirakja egy hirtelen felindulásból az asztalra a mobiltelefonját, és az a feladat, hogyha csörög, akkor föl kell venni, ki kell hangosítani, ha pedig valaki SMS-t kell, akkor azt föl kell olvasni, és akkor majd mindenki ugye föltárja a saját legbensőbb titkait. Nagyjából ez a... Hát illetve mindenki azt hazudja először, hogy nekem nincsenek titkaim.
Tehát ugye itt van a konfliktus, és akkor nagyjából, mert amikor már kicsit komolyabbra kezd fordulni a dolog abban, hogy játszunk, akkor ugye nem lehet azt mondani, hogy nem játszom, mert ha azt mondják, hogy nem játszol, miért nem játszol? És akkor így kiteszik a telefonokat, és hát mivel ez egy film, meg talán inkább csak egy gondolat ebben a dologban, de azért meg is történik, hát elkezdenek érkezni az üzenetek, és az SMS-ek, és a hívások, és hát meg annyi bonyodalom származik belőle. Egyébként szerinted, hogyha ez a valóságban rendszeresen megtörténne családi asztalokon, baráti társaságokban, akkor a válási statisztikák hogy alakulnának Magyarországon? Exponenciálisan. Hát ez attól függ, hogy ki hogy éli meg az életét, tehát ebből a Black Mirrorral, ugye ez egyik Black Mirrorunkkal, valaki abszolút abban éli az életét. És ez most már ilyen a világ, ez már nem lehet nagyon megtenni. Én nem a telefonomban, nincsenek a telefonomban, egyébként sincsenek, tehát ezt őszintén tudom mondani, nincsenek rejtett üzenetek meg akármik, de valaki teljesen abban él. Nem vagyok semmilyen közösségi oldalon, ez szándékos dolog. Mondták sokan, hogy ez hátrány, mert olyan nagyon a hátrányát még nem érzem, hogy most simogatom a kutyámat, nézzétek című képeket, vagy hogy itt vagyunk, nyalom a fagyit. De biztos van még egy olyan csomó dolog, vagy hogy most valakik, hogy mondják, lájkoljanak engem, vagy nem tudom. Szerintem az én lájkolásomnak itt kell lennie, pontosabban én itt vagyok, és ők meg ott vannak. De nem láttam még hátrányát ennek a dolognak. Pontosabban igen, hogy nem vagyok rajta. Aha. Előnyét viszont annál inkább. Mert én nagyon információhelyes ember vagyok. Gondolod, de föllennék mondjuk a Facebookon, lehet ilyet mondani? Facebookot? Ez abszolút nyugodtan. Szuper. Föllennék, akkor, és hogy jönnek ezek az információk garmadával, akkor látom, mert látok embereket, akik... Tehát most beszélgettünk egy pillanat, és már, mert biztos jött valami nagyon érdekes. Az elmúlt 10 percben valószínűleg megfordult a világ. Jé, Karcsi egy tevén. Nem is tudtam, hogy Tunéziában van. És akkor ezek mennek, tehát ilyen... Nem, szerintem nem fontos, és rettenetesen sok időt rabol el, és rettenetesen sok fölösleges információ van benne, illetve hát, mint látjuk, ugye ez az egész ez egy érdekes forradalom a világon, ugye a fake news, tehát a hamis híreknek a garmada. Garmada, nem tudom, hogy kell mondani, ez rengeteg hamis hír, ami aztán egyébként meg tud forgatni egy közösséget. Abban a dologban, hogy tilos enni ananászt. Tudták? Bizony. Ananásztól ilyen nagy bogyók nőnek a fejükön. Most olvastam. Egyébként brit tudósok bebizonyították, hogy komolyan bebizonyították, hogy 10 férfiből 6, az 4. Igen, ez nekem is a kedvencem, tehát körülbelül ez a kategória. De egyébként akkor ezek szerint viszont híreket fogyasztasz? Azt is mértékkel. Aha. Mértékkel. Na csak azért kérdezem, mert igazából bemutathattalak volna téged úgyis, mint kollega, mert ugye nem tudom, hogy tudják-e, de Gábor előző életében szerkesztő műsorvezető volt, mégpedig a Szegedi Körzeti Stúdióban. Igen, Magyar Televízió Szegedi Körzeti Stúdióban voltam, amikor elvégeztem a gimnáziumot, utána elmentem egy évre katonának, illetve nem mentem, hanem vittek. De te örömmel mentél. És akkor utána engem fölvettek még a Szegedi Tanárképző Főiskolára, a színművészeti előtt, mert oda nem vettek föl, és akkor édesanyám azt mondta, hogy az valami rendes munkát kell találni. Egyébként is sokáig azt mondta. És ez a tévézés volt? Hát, nem, a Tanárképző Főiskola volt a rendes munka, csak közben jött egy ilyen magyar kommunikáció szakra jártam, és akkor hirdetett egy felvételit akkor a Magyar Televízió Szegedi stúdiója, és akkor beadtam, és akkor ugyanúgy, mint a színművészetén, ilyen rosták voltak, és akkor elvégeztem, oda kerültem. És dolgoztam szerintem 2 vagy 3 évet. Voltam a rendezői oldalon is, meg aha, voltam a műsorvezet, vagy a szerkesztői oldalon is, aztán végül műsorvezető lettem. Mi volt a legnagyobb dobásod? Volt ilyen? A legnagyobb dobás az volt, hogy amikor nyáron, ez kellemetlen volt egyébként, tehát nyáron én néha Tiszáról jöttem föl, és akkor volt a bosnyák háború. És a Szegeden azért ez elég kemény dolog volt, és volt egy élő bejelentkezésünk, ez ugye akkor a MTV2-n ment, aha, ott adtak ezeket, de az élő volt annak a régiónak, ez azt hiszem, hogy 3 vagy 4 megyét foglalt össze. És hát ugye jöttem a nyáron, a Tiszáról be kellett menni, kicsit vizes volt a hajam, de megszárították, stb. De olyan meleg volt, és emlékszem, hogy elfelejtettem a nevét, igen. Mindegy, de egy képzőművész szervezte az egész dizájnt, és így az öltönyeinket is, egy kanári sárga öltönyben voltunk. Pusztító volt.
és abban kellett lenni. De két műsorvezető volt egy előadásban, volt mindig egy stúdió vendég, aki így ült, és volt egy ilyen hírolvasós történet. És hát bizony-bizony a hírolvasós mögött, amikor az volt, akkor a kanári sárga öltönynek csak a fölseje volt rajtam. Alul meg akkor emlékszem, volt még azt, még Szabadkán vásároltam egy ilyen virágos rövidgatyám, voltam a történetben, és akkor rám szóltak, ami teljesen normális, hogy oda egy komoly emberek jöttek be, tehát hogy a nézők ugye ezt nem látták, de a vendég, amikor beült, és azt mondta, hogy na mi újság a bosnyák háború? Atya úristen! Hogy áll a határkérdés? És a hülye gyerek, aki én voltam, az ott állt egy virágos mizével rövidgatyába. Tehát a legnagyobb dobásom az ez volt. Nem gondolom, hogy egy tévés szakember lettem volna. De élvezted különben? Bizonyos szinten igen, bizonyos dolgokat élveztem benne, igen. Jó volt. De furcsa dolgok is történtek benne. Az első riportokat is kellett készítenem. Aha. És ki kellett mennem valahova Bács-Kiskun megyébe, ahol az történt, hogy a helyi kis egy tanyán nem vették át a libákat a liba feldolgozóban. Uh-huh. És ugye ez azért nagyon probléma, meg volt a határidő, hogy mikorra, mert ugye ők úgy számolták ki, hogy akkor addig kell etetni őket. És onnantól kezdve minden nap, az még plusz rengeteg kaja, rengeteg, ez az pénz nekik. És ez egy probléma volt, és ezt ők bejelentették a tévének. És akkor még csak a tévé volt. És amikor kimentünk én, mint szerkesztő és riporter, és akkor még iszonyatos mennyiségű ember jött, tehát 15-en mentünk egy ilyen riportot elkészíteni. És úgy vártak bennünket, hogy sült hús, pogácsa, nem tudom micsoda, egy karton, vagy egy nem karton, egy doboz sör, üdítők, mindenek, hogy most kijött a tévé megoldani az ő problémájukat. És hát néhányan elpróbáltak vezegetni, és mondtam, hogy ilyenkor az történt, hogy én voltam a főnök, bár csak 19 vagy 20 éves voltam, de ugye ez volt a leosztás, és akkor mondtam, hogy aki most innen egy bármit elvesz, az holnap már nem kell, hogy jöjjön. Nem volt ilyen hatalmam, hogy ezt mondhattam, csak gondoltam, és mondták, hogy de vegyenek, mondom, nem. Ne vicceljenek, hát nincs, nem lesz pénzük kajára holnap után, mert hogyha még egy napot kell, akkor még 1000 libának kell adni. Ja, és akkor hullottak a libák, meg stb. Tehát ezek ilyen furcsa dolgok voltak, és akkor lehetett, akkor például megéreztem azt, hogy micsoda hatalom ez a fajta, hát nem tudom, hogy média, vagy valamilyen dolog, és ez 89-ben volt, vagy valahogy így volt. Igen. Amikor abba hagytad, azért hagytad abba, mert hogy felvettek a színművészetire? Tehát, hogy ez akkor adta magát. De mikor döntötted ezt el, hogy színész szeretnél lenni? Érezted magadban? Hát, minden gyerek nyilvánvalóan van egy olyan időszak, hogy olyan 3 és 7 éves kora között színész lesz, vagy van egy valami dolog, akkor az elmúlt, és akkor újra fölhorgatt, és akkor szerintem én az akartam lenni, tehát próbálkoztam. Én 3-szor felvételiztem a színművészetire, és akkor 3-jára vettek föl. Mi volt az első 2-szer az indok, hogy miért nem? A legelőször oda mentem, és akkor azt mondták nekem még a Szegedi Radnóti gimnáziumban, ahol jártam, hogy ha téged nem vesznek fel, akkor senkit. Az első rúgtak ki, úgyhogy a lábam nem érte a földet. Mert azt történt, hogy én nagyon szégyellős voltam. A mai napig egyébként ilyen szempontból szégyellős vagyok. Tehát alapvetően nem szeretek szerepelni. De nem vicc, tényleg. Tehát úgy szerepelni, mert itt ez van egy védettség, olyan, mint hogyha önök nem ülnének ott. Egyébként nem is szoktam látni a közönséget. Nem is ülnek ott, tehát hogy ez csak így nem, de ez most egy másik dolog, de mondjuk egy olyan helyzetben. Tehát, hogy nem voltam szereplős. És az első felvételemre úgy készültem, hogy csak és kizárólag magamnak és magamban mondtam el a verseket, meg a történeteket. Tehát még hangosan sem mondtam el. Ez tényleg nem célra vezető. Hát, de nem tudtam, hogy ez nem célra vezető. Ja. Mert ugye belül az ember, ha becsukja a szemét, akkor tulajdonképpen bárkinek a hangját kvázi tudja utánozni, vagy mindenféle nagy dolgokat tud tenni, átérezni, stb. És kifele meg az van, hogy... Mert ez egy másik műfaj, hogy ez kifele is jöjjön, vagy valami átjöjjön. És én 40 percig voltam benne az első rostámon. A Garas Dezső volt benne, az Iglódi, meg a Miklósi Gyuri bácsi, és ezt később tudtam meg, hogy küzdöttek értem, hogy hát, ha valami, de nem. Nem. Már mindenhogy mondták, mondja el így, mondja el úgy, mondja el, és akkor azt nem tudom én, mit tudom én, talpra magyar, mondja. Majd a nemzeti dal. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Jó? Mondja el egy kicsit vidámabban. Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most... Jó, akkor most mondja nagyon dűsen. Talpra magyar, híja haza, itt a... Viszontlátás. Jó, akkor jött a második, akkor... Második az ilyen, a másodiknál voltam katona. Aha.
az ilyen össze-vissza volt, vagy nem tudom micsoda. És a harmadik azért volt szerencsés, mert az Anger Zsolt, aki szintén szegedi, és mi lent csináltunk lent színházat Szegeden, őt akkor fölvették egy évben, és azt mondta nekem, hogy figyelj ide, minden reggel, vagy minden felvételére úgy szoktál följönni, hogy fölülsz a reggel 5-ös vonatra Szegeden, megérkezel, itt járkálsz, még ide-oda-moda, mert azt mondom, hogy 9-től kezdődtek a felvételek, vagy valahogy így, ki vagy fáradva, stb. Stb. Gyere fel egy nappal korábban, ő kollégista volt, aludj itt, és azt mondta, hogy a legfontosabb volt, és megmutatom neked azt a termet, ahol felvételizni fogsz. És bementem, és láttam, hogy egy koszos kis fekete terem, ami egyébként minden évben azt mondta, hogy úristen, itt fogunk. És ez a teher, ez az egész dolog az, hogy most itt vagyunk is felvételizni, és az ember akkor tudta önmagát adni, vagy szerintem az. Az első rostám átmentem, visszamentem Szegedre, akkor én a Szeged egyetemi színpadon próbáltuk a Godóra várva című darabot. Én voltam benne, vagy Esztragon, vagy Vladimir, már nem emlékszem. Akkor visszamentem, és akkor azt mondtam a rendezőnek, hogy figyelj, nem fogjuk tudni ezt bemutatni ősszel. És mondta, hogy miért nem. Akkor volt az első rosta után. Mondom, mert engem most föl fognak venni a színművészetére. Mert megéreztem azt a dolgot, hogy hogy kell felvételizni. Meg ez a dolog, tényleg az Anger nagyon sokat segített ebben, hogy volt egy ilyen segítség, hogy a nagy hatalmas, már ott voltam egy napot a ez az Angeres eljúciék osztálya, ez a történet, ott velük találkoztam. Tehát addig az volt, hogy főiskolás. Úristen, ott van, úristen, én nem is kiderült, hogy azok emberek. És akkor ez így van, és akkor így a harmadik rosta is sikerült. És ez mekkora váltás volt, hogy Szegedről Budapestre kerültél? Hát soha életemben nem éltem kollégiumban, meg ilyen, és akkor 4 év kollégium, és fölkerültem Budapestre is. Nem sokat láttam Budapestből, mert a Vas utca meg a Rákóczi út között ingáztunk folyamatosan. Tényleg nem. 7. kerület 1-2, akkor még nem voltak romkocsmák, meg semmilyen dolog nem volt. Egy vagy két kocsmába jártunk, ami ott volt rögtön közel, hogy ne kelljen messzire menni, de tehát Budapestet nem ismertem meg abban az időszakban. Az nem volt egyébként a fejedben, hogy folytatnád az éneklést, mert ugye Szegeden még énekeltél. Azt tudják különben, hogy a Nyers zenekarban énekelt Gábor? Na tessék, hát ilyen új információk derülnek ki rólad. Az is olyan volt, hogy a Cutor Zoliéknak mondtam, hogy már akkor, hogy persze jártunk koncertezni, meg fellépni, meg tulajdonképpen egy közepes rockstar életét éltem. Nem, tehát, hogy... Melyik részét az életének? Nem úgy értve, hogy tényleg az volt, hogy koncert volt, csikoltoztak, mentünk, nagyon szerettem, nagyon bírtam a dologba, de hogy mondtam, hogy nekem a színház az első. Tehát, hogyha van egy koncert, de közben van egy előadásunk, akkor az a kettő egyeztetés az van, hogy én nekem oda el kell menni, és akkor nem volt koncert, és ahogy fölvettek a főiskolára, az is megszűnt. Tehát az egy ilyen kellemes, az nem is tudom mennyi volt, az is 2 vagy 3 év volt. És nem hiányzik egyébként ez a fajta zenekari lét? De, meg én szeretek énekelni, és nem tudom, tehát az a része már elmúlt az életemnek ebből a dologból, hogy most újra egy együttesben úgy szerepeljek. Tudom, vannak színész kollégák, akik mellette együttesekben vannak, nyilván, hogyha nagyon akartam volna, akkor mentem volna, de hát nem mentem. Én Gábortól azt kértem, hogy adjon már nekünk elő valamit. Azt mondta, hogy rendben van, így volt. Nem, azt mondtam, hogy nem akarom. Először azt mondta, hogy nem akarja. Aztán mondtam, hogy olyan nincs. De ő akkor még mindig nem akarta, de mondom, legalább énekelj, és már majdnem énekel, de aztán volt egy ilyen technikai probléma, ami miatt végül is nem tudtál énekelni, mert nem tudott eljönni az a partnered, akivel énekeltél volna. Cutor Zolival énekeltünk volna egy régi Nyers számot, vagy valamit, azt mondtam, hogy azzal lenne kedvem, tehát hogy az jó lenne, csak a Zolinak ma egy fellépése van valahol, és azért nem tudott eljönni. Mondtam, hogy Gábor, itt még olyan soha nem volt, hogy valaki valamit ne csinált volna, tehát akkor most találják ki valamit. És akkor ezt így beszélgettük egy héten keresztül, és akkor azt mondta, hogy na jó, kitaláltam valamit, megcsinálom, de nem mondom el neked, hogy mi lesz az. Mondom, jó, és akkor most itt a lehetőség, hogy megcsináljad azt, amiről mi nem tudjuk, hogy mi az. Amihez látszólag nagyon nagy kedved van. Nem, nincs vele baj, de mindegy, szóval én azt nem szerettem igazából, mert ez egy beszélgetős műsor, és hirtelen ebbe azt mondja, hogy és akkor most jön a produkció, és ez annyira jó lesz. Na, szóval az történt, hogy én nagyon szeretem a bűvészeket és a bűvészetet. És hát szintén főiskola, mikor végeztük, 96-ban volt egy nagyon sikeres vizsgaelőadásunk, a Sztárcsinálók, és azzal lementünk szintén Szegedre, ez véletlen volt, de Szegedre lementünk szerepelni, és ott az ottani szervezők mondták, hogy egyrészt főiskolások vagyunk, tehát pénzt nem kapunk érte,
másrészt pedig nem tudnak más csinálni, csak annyit, hogy adnak egy ingyen belépőt a másnap ugyanebben a fesztiválnak a keretében zajló első magyar bűvészszínház előadására. Hát mondtuk, jó, hát a több a semminél, elfogadtuk a jegyeket, mi még lenni is maradtunk, és elmentünk oda. És hát ott elég nagy volt a merítés a magyarországi bűvészek közül, tehát voltak nagyon jók, de hát voltak kevésbé jók is. És én azóta megtanultam ott az egyik trükköt, ezt most megmutatnám önöknek, ami ott történt. Remélem, hogy önök se fognak hinni a szemüknek, amikor én láttam. Na mindegy. Szóval az történt, hogy megérkezett egy fiatalember, frakban mindenbe, és hát így gyorsan kellett tenni, odaintett a kollégának, aki ott volt a CD pultnál, hogy indíthatja a zenét, ki volt számolva minden, és a következőt lehetett látni. Ezek után, amikor ez megvolt, azt gondoltuk, hogy ez vicc, de nem. Ezek után, amikor ez megtörtént, utána csinált még ilyen mozdulatokat, hogy tá-ná-ná-ná, így. És amikor ezt a mozdulatot csináltak, hogy pingponglabdák kipotyogtak belőle. Folyamatosan vesztette el a kellékeit, aminek az lett a következménye, hogy a előre kiszámolt CD zene, az véget ért egy perccel hamarabb. Vagy pontosabban a műsorszám ért véget, és az a zene még szólt, úgyhogy a legvégén egy percig ezt csinált, hogy na. Úgyhogy ezt láttam, és ebből tanulva gondoltam, hogy a Szilvivel próbálok mutatni valamit. Gyere! Na fene! Na, szóval, ezt tegnap kértem a Víg Színházban ezt a paklikártyát. Remélem sikerülni fog. Na, ez egy olyan kártya, hogy minden megvan benne. Tehát magyarul minden valami... Opa, itt van. Mindjárt kiesnek a pingponglabdák. Nem, most a pingponglabdák nem. Na jó, és akkor csináljuk meg azt, hogy megkeverjük. Hát nem tudok olyan jól keverni, mint ahogy kell a izékbe keverni. De az egész jól csinálod. Jó, mindegy. Igen, jó. És arra kérlek, hogy nyisd szét a paklit valahol. Jó. Tehát nyisd szét valahol. Így jó? Nagyon jó. Jó, okay. És nézd meg a felső lapot. Megvan? Igen. Meg kéne mutatni a közönségnek. Jó, mutatom. Megvan? Meg. Mindenki látta? Mutattam. Szuper. A kamerába is lehetett. Én nem akarom látni. Te nem is fogod? Jó. Tedd ide rá, tetejére. Oké, és most megkeverjük még egyszer. Jó. Hát itt kéne beszélni, mert egy jó bűvész ilyenkor beszél, hogy mi történik, meg hogy van, meg minden. Oké. Na. És akkor most jön az igazi trükk. És az a trükk, hogy ezt arrébb teszem egy kicsit. Oké. Így kell csinálni. Ez volt az? Nem. Biztos? Jó, ha nem ez volt az, akkor ezt letesszük ide az asztalra. És most figyelj. Ez volt az? Nem. De. Úgy tűnik, tanultam a szegedi bűvésztől. Na és akkor csináljunk egy ilyet. És mutassam, hogy melyik... Húzz ki egy lapot. Mutasd meg, az volt az. És nem. Komolyan? Rabasz vagyok, tényleg nem? Na jó, akkor ezek szerint elrontottam. De az is lehet, hogy nem annyira. Csap rá erre a kárt, három kártyára, légy szíves. Jaj, pardon. Ez volt az? Az volt az. Hát egy igazi bűvész volt a vendégem, Hevér Gábor volt a Krizsó vendége. Gratulál! De most benyugtál egy tűt rendesen. Tehát, hogyha mondjuk zeneszerző lennék, lehet kevésbé itt a barna. Nem, hát... A
szerb határon azt hitte, hogy én jóga doktor vagyok. És hiába mondja, hogy nem jóga, tehát hogy az, és majdnem összevesztük, hogy jóga, az hogy lehet doktor? Mondom, jogi. Szóval akkor mondtam, inkább most már nem fogok ezekbe belemenni. Agyamad, kopasz szenzor ül! Minden szavamra ezer fül!